Július vége óta készül a bajnokságra a Mátészalkai női kézilabda csapat, amely ugyan bajnoki címet szerzett az NB2-ben, de nem vállalta a magasabb osztályban való szereplést. Az első időszakban napi 3 edzésen az előnléti munkán volt a hangsúly, majd csökkent az edzésszám, és egyre inkább előtérbe kerültek a labdás gyakorlatok. Az edző Vakarcs Krisztina szerint előnyt jelent, hogy egy összeszokott társaság kezdte el a felkészülést. A játékos keretünk az úgy gondolom, hogy nem változott. Tehát amiben változtattunk, az egy bálos poszt és egy kapus poszt. Két játékosunk az eligazolt, az a Sigér Dórika és az Árnyas Petra. A távozók helyére Mátra Völgyi Gerda és Kis Gabriella érkezett. A csapat már túl van egy hajdunánási edzőmeccsen, amin abszolút pozitív benyomásokat szerzett a szakmai stáb. Már a felkészülési mérkőzésen is látszott az, az edző elmondása alapján, hogy a tavalyi ilyenkori állapotoktól eltérően sokkal előrébb tartunk. Nyilvánvalóan most már a játékosok sokkal jobban érzik egymást, illetve az a csapategység, ami a elmúlt év folyamán kialakult, már a kezdés során látja azt és előrevetíti azt, hogy ezek a lányok újra azt a célt tűzték ki, illetve hát a szakosztály vezetés is ezt jelölte meg, hogy a dobogó valamelyik fokán végezzünk. A szurkolók részéről joggal merült fel az a kérdés, hogy a bajnokság ilyen mérvű megnyerése után miért nincs följebb kerülés, miért nincs az NB1B bevállalva. Hát erre a válasz egyértelmű volt. Végig számoltuk azt pénzügyileg, hogy ennek milyen kiadási oldala lenne. Ezen kívül azt gondolom, hogy jelenleg infrastruktúrálisan sem állunk úgy, hogy mi egy magasabb osztálybeli bajnokságban tudjunk szerepelni, és amit talán a legfontosabb említése méltó dolog, hogy annak ellenére, hogy rendkívül sok 16 utánpótlás csapattal rendelkezünk, azonban azt tudjuk, hogy a másodosztályban, azaz NB1B-ben kiemelt serdülő bajnokságban kell szerepeltetni csapatot a felnőtt csapat mellett. Ennek a lehetősége most jelenleg itt a serdülő játékosaink akadémiai rendszerbe való igazolása véget nem megvalósítható. A Mátészalkai MTK a jövő hét végén Hajdúböszörményben vesz részt egy felkészülési tornán, a bajnoki rajton pedig szeptember közepén Ózdonlép pályára Vakarcs Krisztina együttese.